Október 23. Nagydoboson emlékeztek az 56-os forradalom és szabadságharc hőseire. Választások, az új és régi új polgármesterek is megkezdték a munkát Szabolcs megye városaiban. Egészségtelen Nyíregyháza levegője. A szállópor magas fokú koncentrációja légúti megbetegedésekben szenvedők mellett fokozottan veszélyes lehet a gyermekek és az időskorúak számára is. Az 1956-os hősök minden nemzedék számára példák lehetnek, így napjainkban is fontos üzenettel bírnak tetteik. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye az 56-os forradalom és szabadságharc. A megyei ünnepséget ebben az évben Nagydoboson rendezték. A nagydobosi általános iskolások mennyből az Angyal című műsorával emlékezett a település és a megye az 1956-os eseményekre szerdán. 2007 volt az első év, amikor nem Nyíregyházán, hanem a megye egy másik pontjára szervezték a központi ünnepséget. Idén például a térség legrégebbi településén, Nagydoboson emlékeztek a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére. Magyarország az 56-os hősöknek köszönheti azt, hogy a nemzet történelmének legsötétebb éveiben a szovjet megszállás alatt is volt mire büszkének lenni, mondta Nagydobos polgármestere ünnepi beszédében. A kommunista pártállamot megdöntöttük, a szovjeteket hazaküldtük, és kigyógyítottuk hazánkat a diktatúra szövődményeiből. Kitáruló világ, egyenes tartás, világos beszéd, tiszta tekintet és megnyitott szívek. Köszönet és hála, hogy mi erre építhetjük a jövőnket. És miért idéztem ezt a részt miniszterelnök úrtól? Mert hiszem, hogy valóban ez a két szó talán legfontosabb az egész életünkben. Köszönet és hála. Ez kell ahhoz, illetve köszönet, hogy nekünk ma nem a barikádokon fegyverrel a kezünkben kell állnunk, hanem örüljünk, és tudjunk élni azzal a szabadsággal, amit elődeink vívtak ki nekünk. Ez kell ahhoz, hogy értékelni tudjuk, amit a múltunktól kaptunk, és igaz hittel, felelősséggel tudjunk munkálkodni egy település, egy ország jövőjén. A forradalom és szabadságharc Magyarország népének, a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A budapesti diákok az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. 1956 végétől kezdve a hivatalos ideológia és propaganda az összes rendelkezésre álló eszközzel a forradalmat nyugati imperialisták és általuk hazaküldött, nyilas emigránsok által szított népellenes, fegyveres ellenforradalomnak tüntette fel. A Kádár korszak későbbi éveiben pedig a teljes elhallgatás fegyverét vetette be 56 emléke ellen. Az események hivatalos értékelése a rendszerváltás után változott meg. 1989 óta október 23-a jeles nap, kettős nemzeti ünnep Magyarországon. 1956 hőseire emlékezünk ma, és ez az én generációmnak, a mi generációnknak még mindig egy különleges alkalom. Hiszen valóban évtizedeken keresztül vagy nem lehetett róla beszélni, vagy hazudtak róla. Ilyenkor még a mi generációnak, még, vagy a lám idősebbeknek még mindig gombócon a torkán 1956 kapcsán. A gyerekeknek ez már nyilvánvalóan más és természetes. Beleillik a nemzeti ünnepek kiemelkedő forradalmaink sorába ez az ünnep. Az 56-os harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot. 1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte.
Nem harcolhatunk valami ellen, annak semmi értelme. Valamiért kell harcolni. Mi, akik itt vagyunk, valamiért harcolunk, a saját településünkért, a saját közösségünkért, a saját megyénkért, és természetesen a saját országunkért. És mennyivel más ez a harc, mint annak idején 1956-ban, hiszen ott egy fiatalnak, egy pesti srácnak, vagy a pesti srácoknak fegyvertelenül, vagy csak egy molotov koktéllal kellett szembenállni egy orosz harckocsival. Amikor fiatalok voltunk, biztosan sok férfi elgondolkodott ezen, és talán most is föltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy egy jelen esetben kimernénk állni egyedül egy molotov koktéllal, vagy egy davaj gitárral az orosz harckocsi elé. És én annak örülök, hogy biztos vagyok benne, hogy közülünk sokan ott lennének az első sorban. A 63 évvel ezelőtt történt eseményekre koszorúzással is emlékeztek Nagydoboson. Az önkormányzati választások után elkezdődhet az új és a régi új polgármesterek munkája. Máté Szalka, Nyír Bátor és Újfehértó vezetője is nagy tervekkel készül a következő ciklusban. A megye nagyobb városaiban folytatódnak a fejlesztések és új beruházásokkal is számolnak a települések első emberei. A Máté Szalkai választópolgárok közel 48%-a vett részt az októberi önkormányzati választásokon. Ők két jelölt közül választhattak vezetőt a következő 5 évre. A városlakók a település korábbi polgármesterének, a Fidesz-KDNP jelöltjének szavaztak bizalmat. A voksok több mint 62%-át Hanusi Péter kapta. Pénzügyileg is stabil, jó költségvetéssel kezdte a 2019-es évet Máté Szalka. Ez jó alapot ad arra is, hogy a jelenleg még folyamatban lévő 26 pályázatot sikeresen zárja majd az önkormányzat, mondta a település régi új polgármestere 35 perc című műsorunkban. Az ipari parkban egy új inkubátorház kivitelezésére irányuló szerződést zártunk, tehát a jövő hét folyamán aláírásra kerül. Aztán van egy zöld város projektünk, ami a városnak 3 helyszínén, a város közepén, a Szalkai László téren, a Kegyeleti Parkban, illetve a városi kispiac hátsó részénél különféle beavatkozásokat fogunk folytatni. Szintén pár napon belül szerződéskötési állapotba kerül ez. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 helyszínen hamarosan elindul a munka, de közben a tervezőkkel egyeztetnem kell folyamatosan a belterületi kerékpárút kapcsán, ami ugye egy 500 milliós projekt, és ez összeköti a jármű és a kocsordi szakaszt. Tehát a 4-sávos, mi így hívjuk Máté Szalkán, ez az út végre biztonságossá válik, és egy kerékpárút hálózat alakul ki tulajdonképpen a város körül. De egy 500 millió forintos bölcsődére is pályázott a település. A közúttal közösen pedig körforgalmat építene Máté Szalka a város legveszélyesebb csomópontjánál, a Medgyesi és a Zöldfa utcáknál. A következő 5 évben komoly lehetőségeket remél a város, a Tudományos és Technológiai Ipari Park elnyert pályázata miatt. A cégek kutatás fejlesztését segítheti ez majd a jövőben. Nyír Bátorban az országos arányokhoz képest jóval magasabb volt a részvételi arány, a választópolgárok közel 57%-a voksolt. A város eddigi vezetője fölényesen nyert, bár 3-an indultak a polgármesteri székért, a szavazatok több mint 66%-át Máté Antal kapta. Nyír Bátor azon az úton szeretne tovább haladni, ami elindult. Ugye nálunk azért már 15 éve folyik egy dinamikus gazdasági növekedés, nagyon sok munkahely jött létre, és valóban itt azért kell egy paradigmaváltás ezen a területen, amit nem csak mi, hanem valamennyi településnek meg kell tennie. Itt a magasabb hozzáadott értékű munka a kulcs, én azt gondolom, hiszen az emberek nem csak dolgozni szeretnének ma már, mert bárhol szinte a megyében elmondhatjuk, hogy azért van munkahely, ha nem a közvetlen a településen, akkor egy 30 kilométeres távolságban egészen biztosan. Itt az a kérdés, hogy hosszú távon melyik település fog tudni nem csak munkahelyet kínálni, hanem olyan munkahelyet, ahol versenyképes fizetéshez lehet hozzájutni. És az a település lesz sikeres, aki ebben minél hamarabb tud váltani, és ha tetszik, ha nem, ebben megint csak egy verseny fog kialakulni a települések között, és nyilván mi szeretnénk ezt a versenyelőnyünket Nyír Bátorban megőrizni, ezért rendkívül fontos, hogy a különböző cégekkel jó legyen, folyamatos legyen az együttműködés, ami garantálja azt, hogy a jövőbeni fejlesztések azok ezt meghozzák, tehát egy magasabb hozzáadott értéket és egy magasabb fizetést.
A munkahely teremtés mellett fontos a kikapcsolódás és a szórakozás biztosítása is a településen, tette hozzá a polgármester. Ennek érdekében például bérlakás program indult, szórakoztató szabadidőközpontot alakítottak ki. 4 játszótér épült és megújult a sportpálya is. Újfehértón viszont új polgármestert választottak az ott élők. A kormánypártok jelöltje a szavazatok több mint 56%-át kapta, így Hosszú József irányítja a várost a következő 5 évben. Engem azért az újfejtő emberek ismernek, hisz mielőtt Szalasváriba kerültem, előtt én 15 évig a helyi önkormányzatnál dolgoztam, és így kvázi egy ismert ember indult a Fidesz-KDNP színeiben, és én fontosnak tartom azt, hogy újfejtőn azok az elmaradások, amelyek az utóbbi időszakban tapasztalatok voltak, ezek megszűnjenek. Egy konkrét példát szeretnék mondani, Újfejtőnek nincs ipari parkja. Azt hiszem a megyében talán országosan is egyedülálló dolog az, hogy egy ekkora nagyságú településnek, hisz Újfejtő 12.700 lakosú, nincs ipari parkja, és ezt legfontosabb feladatomnak tartottam, amit le is írtam a kampányomban, hogy ipari parkot kell hozni Újfejtőre, hisz az Újfejtőek nagyon dolgos emberek, szeretnek dolgozni, kvázi nincs munkanélküliség a városban, mert nagyon sokan ingáznak, de én úgy gondolom, hogy a családapaként is, meg a saját bőrömön is tapasztaltam, milyen az, hogyha ingázik az ember, és sokkal jobban élnek az emberek, hogyha helyben tudnak dolgozni, és ez a legfontosabb feladatunk, hogy helybe hozzunk munkaerőt. Hosszú József hozzátette, nagyon alacsony az aszfaltos utak aránya Újfehértón, de kevés a járda és a kerékpárút is, ezen szintén javítani szeretne a jövőben. Az új polgármester másik ígérete a városi strand, ami véleménye szerint a helyiek igénye is. Egészségtelen Nyíregyháza levegője, ez derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi felméréséből. A szállópor magasfokú koncentrációja a légúti megbetegedésekben szenvedők mellett fokozottan veszélyes lehet a gyermekek és az időskorúak számára. Az orvosi javaslat szerint a kritikus időszakban nem érdemes sok időt tölteni a szabadban a belváros területén. Az országban 2 megyes székhelyen, Székesfehérváron és Nyíregyházán újra jócskán meghaladta az átlagos smog koncentrációja. Az előrejelzések szerint pedig egyelőre nem várható javulás a levegő minőségében. A város háttér szennyezettsége könnyen idézhet elő szemirritációt, köhögést és erős fejfájást az embereknél, de vannak, akiknek még inkább oda kell figyelniük. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenkit érint ez a probléma. Nyilván azokat, akik krónikus betegségben szenvednek, főleg, hogyha krónikus légzőszervi vagy szívérrendszeri megbetegedéseik vannak, akkor azoknak a fellángolását okozhatja, illetve fokozottan érzékenyek rá még az idősek, valamint a kisgyerekek. A szállópor őszi és téli kialakulásához nagyban hozzájárul, hogy a fűtési időszakban sokan nem rendeltetésszerű anyagokat égetnek el. A levegő tisztulását a szeles időszak előidézheti, ám erre hetek óta nem volt példa Nyíregyházán. A házi orvos azt javasolja, a kritikus időszakban kevesebbet töltsenek az emberek a szabad levegőn, főképpen a belvárosban. Arra kell odafigyelni, hogy ne nagyon szellőztessünk, tehát inkább rövid szellőztetések legyenek, és azok is vagy kora reggeli, vagy késő esti órákban történjenek, illetve hogyha például sportolunk, többet mozgunk, vagy hogyha nehéz fizikai munkát végzünk, akkor azt lehetőleg olyan területen tegyük, ahol a légszennyezettség kisebb mértékű, tehát futni elsősorban ne a városba fussunk, hanem inkább erdei környezetben, vagy pedig valami külvárosi területen. A szmog mellett Nyíregyháza levegőjében a gépkocsi kipufogó gázából eredő nátrium-dioxid koncentrációja is túl magas, ami elsősorban az aszmában vagy egyéb légúti betegségekben szenvedő emberek számára okozhat veszélyeket. Egy hét alatt 60 vezetés közben mobilozó autós kapcsoltak le a rendőrök megyénk útjain. A szeptember közepi Tiszpol akció erre a figyelmet elvonó dologra fókuszált. A készüléküket a kezükben tartó sofőrök nem csak saját, hanem mások testi épségét is veszélyeztetik. Emellett súlyos összegeket is kockáztatnak tettükkel. Kerékpáros balesetet szenvedett lányul az úton, miközben szágult hozzá a riasztott mentőautó. Egy autós a telefonját nyomkodva fogja a kormányt, az útra nem figyelve. Nem sokkal ezután meg is történik a baj. A kocsi sofőrje a csetelésbe merülve nem vesz észre az úton álló esett kocsit. Csúnya felsérülésénél nagyobb sérülést is szenvedhetett volna, sőt, magánkívül másokban is kárt okozhatott volna. Ez ugyancsak egy eljátszott jelenet az Országos Mentőszolgálat friss kampányfilmjében,
amely a biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire hívja fel a figyelmet, de a valóságban is előfordulnak sajnos hasonló esetek. Még mindig sokan halnak meg az utakon a biztonságos közlekedés mellőzése miatt. Nem csak az OMS, a rendőrség is folyamatosan terítéken tartja a veszélyekről szóló üzeneteket. Legutóbb szeptember közepén razziáztak az egész országban. Az egy héten át tartó figyelem az útra nevet viselő tízpol akció keretében kimondottan a vezetés közben telefonozó sofőröket szűrték. Egyikben is sok szabályszegőt kapcsoltak le, akik tettükkel nem csak maguk, hanem mások testi épségét is kockára tették, a szankciókról nem is beszélve. 164 helyszínen közel 5000 ellenőrzött járművezető közül 627-en követtek el jogsértést. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 195 járművezetőt büntettek meg, menet közben kézben tartott mobilozás miatt pedig 60-at. Országos szinten ugyanakkor már több mint 1000-en voltak ezek az autósok. És hogy miért is olyan veszélyes vezetés közben a kütyüket nyomkodni? Csak egy adat a sok közül, 50 km/h tempónál a sofőrök 40-70 métert mennek vakon egy üzenet elolvasása alatt. Az autópályán ez még rosszabb, mert 130-al, akár 200 métert is megtehet úgy a kocsi, hogy a sofőr figyelme le van foglalva a mobillal. Álló helyzetben ugyanaz autóvezetők a kezükben tarthatják a készüléket, de a rendőrség azért ezt sem javasolja. Bicikliseknek, motorosoknak azonban nem is engedett. Nem csak súlyos baleseteket, de elég komoly pénzbüntetés is kockáztat az az autós, aki akár Magyarországon, akár külföldön vezetés közben mobilozik. Jelenleg az összes európai országban büntetik a telefonozást, csak a tételmás. Náluk több tízezer forintra büntetik a renitenseket. Belőlük pedig van bőven. Egy nemrég készült felmérés szerint a magyarok 40%-a pötyög a volán mögött. A jelenség a nők harmadára és a férfiak felére jellemző, és inkább a városban élők pörgetik a mobilt, a kis településen élőkre nem jellemző a dolog. A válaszadók 90%-a jelentette ki, hogy lelkiismeret furdalást érez, ha vezetés közben telefonozik, de többségük így is nyomkodja tovább, foglalja össze a kutatás eredményeit a pénzcentrum. A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, a balesetek elkerüléséért a közlekedők tehetik a legtöbbet. Végletekig kiélezett mérkőzésen szerezte meg negyedik győzelmét a nyíregyházi Tekel klub csapata. Az NTK a Superliga 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen 5-3-ra verte az Ajka együttesét. A nyíregyháziak szombaton a Ferencváros otthonában lépnek dobóállásba. Az eddig mindössze egy győzelmet szerző Ajka ellen abszolút esélyesként lépett pályára a nyíregyházi együttes, amely jól teljesített az előző fordulókban. A mérkőzés azonban a vártnál nagyobb csatát hozott, a hazaiaknak alaposan meg kellett küzdeniük az előzetesen bekalkulált 2 pontért. Az első sorban egészen jól sikerült nekem a pontszerzés, hoztam bőven csapatfánk, míg mellettem a Kastura Zsoltnak nem igazán ment a játék, és mellette az ellenfél egyik jó játékosa, meghatározó jó játékosa, majdnem 100 fát vert Zsoltira, és igazából ennek a levét ittuk meg, azt lehet mondani, mert a középső sorban is egy kis rányomta a bélyegét a csapatra, hogy fel kell kapaszkodnunk ebből a fahátrányból, azonban a Stér Tominak közel 600 fás teljesítményt sikerült most produkálnia, és ezzel nagyon sok fát vissza tudott hozni a közösbe, míg mellett a Szolika Miklósnak sajnos nem sikerült a pontszerzés, és folyamatosan az ellenfél után loholt, de így is 30 fára vissza tudtunk zárkózni, és az már egy lőtávol lehet egy végjátékban, de a Hakker Dezsőnek sem ment annyira jól a játék, 60-nál a Magyarorsi Péter mindenképpen beugrott helyette cserébe, és mellette a Fehér Béla szintén 600-as eredményt produkálva nem sikerült annyival több fát hozni az ellenfelén, mint amennyi a másik oldalon lefele ment, és majdnem azt lehet mondani, hogy fej-fej mellett haladtak, olyannyira, hogy az utolsó 30-as dobásnál csupán 3 fa hátrányunk volt. A 3 fa hátrányt az utolsó 5 dobással dolgozták le a hazaiak, akik így végül 17 fával többet szerezve ellenfelüknél 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak szombaton a Ferencváros otthonában vendégszerepelnek. A korábbi években a Szuperligában többször is egymás után döntetleneket értünk el, azonos fákat értünk el, sikerült azonos fával is győznünk.
a legutóbbi mérkőzésünkön. Bár hozzáteszem, hogy ez a Ferencváros azóta valamelyes megerősödött, ugyanis a többszörös világbajnok Zapetán Zsombor is csatlakozott ez a nívós gárdához, így már három válogatott szintű játékosuk van, úgyhogy mindenképpen nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, és hogyha most a hétvégi Kazincbarcika elleni győzelmüket is tekintjük, maga biztosan óriási fával liadalmaskodtak otthon, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy nem mi vagyunk az esélyesei. A Szuperliga tabelláját 7 forduló után a Szeged vezeti a szintén 100%-os Zalaegerszeg előtt. A nyíregyházi Tekeklub 4 győzelemmel és 3 vereséggel a 6. helyen várja a folytatást. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ebben az évben Nagydoboson szervezték az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezését. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, majd Csepel november 11-i elfoglalásával a szovjet csapatok a fővárosban felszámolták a fegyveres ellenállást. Az önkormányzati választások után elkezdődhet az új és a régi új polgármesterek munkája. Máté Szalka, Nyír Bátor és Újfehértó vezetője is nagy tervekkel készül a következő ciklusban. A megye nagyobb városaiban folytatódnak a fejlesztések és új beruházásokkal is számolnak a települések első emberei. A szállópor őszi és téli kialakulásához nagyban hozzájárul, hogy a fűtési időszakban sokan nem rendeltetésszerű anyagokat égetnek el. A levegő tisztulását a szeles időszak előidézheti, amerre hetek óta nem volt példa Nyíregyházán. A házi orvos azt javasolja, a kritikus időszakban kevesebbet töltsenek az emberek a szabad levegőn, főképpen a belvárosban. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 23-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!